Sziasztok, ez itt a Szövetség, Varga Iza vagyok. Ma különleges fegyverrel készülnek a versenyzőink, ugyanis a humor nagyágyúit hozták magukkal. Ezúttal Bach Szilvi és Danics Dóri küzdenek a sötétség ellen. Anya és lánya igazán erős szövetségesként érkeztek. Szilvi tolerancia díja ellenére azt ígérte, hogy nem lesz toleráns, és Dórival együtt nem csak színészi és énekesi tudásukat bevetve azon lesznek, hogy legyőzzék a sötét nagyurat. Vajon sikerül nekik? Vendégünk Bach Szilvia, wow. És Danics Dóri. Dóri különleges módon készült a mai vetélkedőre. Kiadott egy nagy lemezt. Mondanál erről pár szót? Igen, erre az alkalomra úgy döntöttünk a címbali benddel, a bandámmal, hogy kiadunk egy lemezt Iram címmel. Egy kicsit korábbra sikerült, ugyanis egy hónappal ezelőtt adtuk ki. De igen, erre az alkalomra készült a lemezünk. Gratulálok! Szilvi pedig tolerancia díjas is, csak arra szeretném kérni, hogy a sötét nagyúrral ma ne legyen toleráns. Könyörtelenek leszünk. Helyes. Könyörtelenek. Lássuk akkor, hol vannak a bázisok ebben a játékban. A sötét nagyúr a felső síkságon foglal helyet. A nyugati kikötő Dóri vár a helyszíne. Oké. Okay. És a manók földje, amire nagyon gyúrt akartam. Családilag gyúrtak a manók földjére, hát Szilvinél landolt. De ez mit sem jelent, mert a szövetség azt jelenti, hogy végig együtt játszotok, a pontszámaitok is közösek, a taktikának is közösnek kell lenni, kart karöltve lássuk a helyfoglalást a következőkben. Először a sötét nagyúr foglal. Lélekvesztő lángolóhegyek vagy éles sziklák? A lángolóhegyeket választotta Szilvion. Szerintem a varázsló, azt mondjuk oda nem lehetek, akkor a békeföldjére szeretnék landolni. Békeföldje. Dóri következik. Én megmegyek a feneketlen tóhoz. Helyes döntés. Minél jobban elszigetelitek a váratokat ugyanis a sötét nagyúrtól, annál kisebb baj lehet a későbbiekben. Lássuk, a sötét nagyúr mit választ. A lélekvesztőt választotta. Jól tette. Dóri. Én pedig akkor a titokzatos átjárót választom. A titokzatos átjáró Dórié. Szilvi? Hát én, ami ott fönt van. Az a varázslók sziklái. A varázslók sziklájait. Minél közelebb merészkedtek a sötét nagyúr várához, annál nagyobb az esélyetek, hogy letörjétek a szarvát a későbbiekben. Sötét nagyúr terjeszkedhet éles sziklák vagy sötét erdő. Persze ő is védi magát, a sötét erdőt választotta. Szilvi jön. Csiklis fjordok, magányos sivatag vagy kalózöböl? Hát válaszd a csipkés. Jó, oké. Okay. Én megjövök majd. Jó, akkor legyen az. És Dórián? Én akkor a magányos sivatagot választom. Sivatagot választottátok. De én miért választottam a csipkés fjordokat vajon? Mindegy, jó. Hát ezt a, jaj, bizony, a kalózokat jaj, kellett volna. Jaj. Taktika hiba csúszott a számításba, a kalózöböl, ugyanis nagyon közel látom. Van a Szilvi várához, és ez azt jelenti, hogy támadhat majd a sötét nagyúr, amennyiben bal lábbal kelt fel. Lássuk, most pedig Dóri választ. Én a végtelen hegységet választom. Szilvi, hogy te tudd a viharsarkot. Igen, nagyon szeretném. Döntés, igen, a sötét nagyúr következik. Éles sziklák vagy keleti kapu, éles sziklákat választ. Szilvi jön, jó reménység. Jó reménység, csak az lehet. Az, csak az maradt hátra. És Dóri kerül abba a különleges helyzetbe, hogy a sötét nagyúr területétől keletre választhat tartományt. Hát, mindegy, a fenyves zug, ott választom. A fenyves zug. Ez azt jelenti, hogy a keleti kapu megmaradt a sötét nagyúrnak. Az legyen az övé. Megtörtént a terjeszkedés, 2800 pontja van a sötét nagyúrnak is, és a játékosainknak is. Lássuk az első kérdést. Úristen! Az első kérdés mindig a legnehezebb. Nem á. Hol csücsül Ernő lelke Bach Szilvia dalában? A kocsmapultján,
anyósa otthonkáján, a felhők felett, vagy a targoncáján? Targoncáját nyom meg. Tudod? Persze, dalt is tudja. Halljuk. Ernő lelke fencsücsül, a targoncáján rég. Eddig tudom. Elég. Körbelül. Lehetsük a helyes válasz, vajon a targonca. És tényleg a targoncáján csücsül Ernő lelke Bass Szilvia dalában. Először Szilvi válasz. Jó, súgjatok, mert nem nagyon jó, látok, vedd jó? Vissza. Dori, mondjad mindig, hogy mit csináljak, jó? Azt jó. Megkérlek, akkor azt vegyük vissza. Igen. A kalózöböl, igen. Igen. Helyes, egy taktikai hibát orvosoltak. Én pedig a lélekvesztőt szeretném választani. Ez egy kemény támadó húzás. Abszolút, hogy ne. Lássuk, hogy Sötét Nagy úr megengedi-e azt. Visszahódította azon. Súnya. De ezt módosíthatjátok a következő körben, már ha helyesen válaszoltok. Mi az az infantilis kólika? Kóla, amiből kikevergetik a buborékokat. Csecsemőkori, igen gyakori hasfájás. A kóla növényből sajtolt csecsemő tápszer. Vagy gyerekes viselkedésű asszony, népiesen. Második. Csecsemőkori igen gyakori hasfájás. Így van. Igen, ez a helyes válasz. Hát, területválasztás következik, még hozzá Dóri választhat, ismét ott a lélekvesztő, vagy akár a lángolás. Így van, én ismét a lélekvesztőt választom. És szerintem gyere akkor, anyu, te ugyanúgy a lángoló hegyekhez, hogy közel legyünk. Jó, köszönöm, hogy... Sux. Nagyszerű taktikai húzás, ugyanis bármelyik területet foglalja most vissza a Sötét Nagy úr, egy mindenképpen szomszédos lesz az ő várával. Így is történt, a lélekvesztőn keresztül juthattok el a szarvaihoz. Lássuk a következő kérdést. Melyik nem megújuló energiaforrás? A szélenergia, a geotermikus energia, az atomenergia vagy a napenergia? Az atom. Hol van az? Harmadik. Megláttam. Így van, hiszen az urán, mint az atomenergia, energiahordozó anyaga, meg nem újuló. Tehát a helyes válasz az atomenergia. Így aztán foglalhattok is, vagy támadhattok, hogyha úgy döntötök. Mit csinálok? Természetesen. Támadunk? Most te vagy? Igen, először akkor Szilvi. Menj te is a várához, hát újra a lángoló. No, hegyekhez szeretnék vándorolni. Dóri. Én meg be is támadtam a várát. Tehát a felső síkság, így azaz van. Egy szarv oda. Sötét Nagy úr egy szarva leomlott, yes. És most ő jön. Persze, elvette. Na. Nem baj, ne neked még ott van a lehetőség. Igen, látom. Hát ahogy így elnézem, nem áll valami jól a Sötét Nagy úr. 3600 pontotok van ugyanis, és 2000 pontja neki. Juhu. És egy szarva már hiányzik, viszont a ti váraitok még épek. Ha te is kipróbálnád magadat és együtt játszanál Izával, akkor jelentkezz játékosnak. Részletek a leírásban. Ez azt jelenti, hogy ő van most a nagyobb bajban, akár egy kör alatt... Hát nem, egy kör alatt nem, de két kör alatt mindkét szarvától megszabadíthatjátok őt. Jöhet a következő kérdés. Mi az úd? Mit? Úd. Úd. Úd és D? Dénes? Úd? Úd. Fogam. Viszont angol, arab asszociálj. Hát, arab sütemény. Ja, úd. Egy eukarióta, pengetős hangszer, vagy mély fekvésű terület? Vagy az. Jó, akkor egyik. Én a mély fekvésű, te a hangszert. Jó. Remek taktikai húzás, az egyik válasz ugyanis helyes. A kérdés már csak az, hogy melyik. Az úd más néven, arab lant, a nyugati lant, igen, ebből alakult ki. Tehát a pengetős hangszer, az a Dóri válasza volt a helyes, ami azt jelenti, hogy csak egyet buktatok a visszafoglalásból. Lássuk akkor Dóri. Melyik területet választja? A kedvenc területemet választanám, a lélekvesztőt ismét. A lélekvesztő a leggyakrabban előforduló szó ebben a játékban. És most kétszer következik a Sötét Nagy úr. Jaj, ne. Hát, de. Lángoló hegyek. És a lélekvesztő is elveszett.
de nem adjuk fel, megyünk tovább. Mit csinál a szemfelszedő? Harisnyát javít, szemetet szed, cukorkát válogat, vagy üvegszemet készít? Harisnyát javít. A gyors válasz, helyes válasz is egyben. Harisnyát javít a szemfelszedő. 80-as években aztán minden áruházba találkozhattunk velük. Lássuk akkor most először Szilvi választhat. Hát én természetesen a lángoló hegyeket szeretném választani. Nagyszerű döntés. Dori, te jössz. Én a lélekvesztőt választanám. Mi a érdekes? Dori. És lássuk, a sötét nagyúr Dórival vagy Szilvivel szemben. Lélekvesztő? A lélekvesztőt választotta. A hatodik kör következik. Mennyi nyálat termelnek egy átlagos ember nyál mirigyei naponta? Másfél liter, 4 liter, 70 milliliter, vagy 2 deciliter? Az egy és a négy között, egy is. Jó, akkor én a másfelett a négyet. Akkor én a négyet. Másfél liter vagy 4 liter, melyik a hihetőbb? Másfél. Másfél, és az is a helyes válasz, másfél liter nyálat termel egy átlagos ember nyálmirigye. Tudod, mi a vérrel egy kicsit bezavart, mert ugye 4-5 liter vére van egy felnőtt embernek, és most akkor így ezzel a 4-5 liter vér, mondom, hát a 4 liter nyár is. De nem. De az másfél. Igen, megfeleztük inkább. Mindenképpen. Tuti. Biztosak a válaszban, akkor ez nem volt annyira rossz húzás, Dóri válasz. Csak nem a... Szerinted mit válaszok, anyu? Hogy a lélek veszed. Nem, hiszem. Hát de. De? De én csak azért is újra a lélek veszedet választom. A sötét nagyúr is választ. Lássuk, fenyverzú, kalózoből. A lángoló hegyek és a lélekvesztő kerültek vissza a sötét nagyúrhoz. Lássuk a következő kérdést. Na majd most egyértelmű lesz, figyelj. Milyen diplomát szerzett Latinovics Zoltán színész rendező? Jogi diplomát, színművészeti diplomát, közgazdasági diplomát vagy építészmérnöki diplomát? Építészmérnök. Helyes a válasz, építészmérnöki diplomát. Egy ismét a nagyúr területeire törhettek, kezdje először Szilvi. Én a lángoló hegyeket annyira szeretném. Újra. Érdekes. Dori! Figyelj, na, én azt mondom, figyelj, ezt a lélek... Mi is lélekvesztő? Talán az. Legyen az. Lehet, hogy egyszer megpróbálhatod az éles sziklákat, hát ha nem úgy is. Nem, miért, de képtelen vagyok rá. Nem adod fel. Nem adom fel. Jó, lássuk a sötét nagyúr mit választ. Persze, valahogy megköztünk ez a játék. Itt vélre megy a játék a lélekvesztőért. Nézzük a következő kérdést. Mi Szomori Dezső színdarabjának a címe? Hermelin, Nerc, Nyuszt vagy Menyét? 1916-ban jelent meg ez a darab. Hermelin. És mindenki tudja a helyes választ. A helyes választ nem más, mint a Hermelin. Dóri? Legyen az éles sziklák. Hát, rendben. Ez most jobb lesz. Igen ám, de most Szilvi választ. És választhatja a lélekvesztőt. Én azt szeretném. Én meg azt szeretném. Mit? A várat? Várat. Mert a várra mehetsz most. Akkor várra megyek. Megyünk. Jó. Ennyi. Már csak egy szar. Egyetlen egy szarva maradt. A fekete nagyúr pedig választhat. A lángoló hegyeket választotta. Utolsó előtti kérdésünk következik. Melyik vitamin a pantoténsav? E-vitamin, D-vitamin, B5 vitamin, vagy a K1 vitamin? Ezt nem tudom. K1 valami megérzés, nekem te is. Meg akkor... Jó, akkor megnyomtad? Én meg. Jó, én ezért akkor. Jó. De nem karfiol, tudom. Brokkoli, azért narancs, gondoltam a olajos magvak, rizs, gabonafélék. Ki tied? Stresszellenes vitamin, K1. Ami nem más, mint a B5 vitamin. Ez nagyon... Ketten buktátok a helyes választ. Bucsi. Hát ez egy kemény kör lesz, mert a sötét nagyúr 3-at is választhat. Éles sziklák. Kalózöböl. Ilyen nincs.
És egy várorom is leomlott. Hát így a végére kiegyenlítődött a pontszámotok. Pedig nagyon elhúztatok az elején, azt kell mondjam, 2800 pont. Ez a vitamin, pont. Ne haragudj, pont most rakod fel ezt a kérdést, kikérem magamnak, mert nem tudjuk. Igen. Olyat adjál, amit tudunk, és le tudjuk győzni. Jó, akkor vitaminok. Az utolsó körben na, mindenképp olyan hallod. Kérdés következik, amit tudni fogtok. Lássuk mi jó. A... Persze. Melyik dal nem a Cimbali Band? Balkán projekt című lemezén található. Jó, ma suksz. Fő a kávé. Velencei álom. Vágy. Vagy fenn a csillag. Mit? Fő a kávé. A jó. A helyes válasz pedig az, hogy fő a kávé. Esküszöm, izgultam. Én is az Ernőnél. Ezek a legkelemetlenebb kérdések. Igen, hogy nehogy már saját dalomat ne tudjam. Igen. De tudtam. De a tiédet tudta még Dóri. Dóri tudja, az jobb a memóriája, mint nekem. Na most így most jól jöttünk. Hát akkor pontunk lesz, és én a lélekvesztőt választom így utoljára is. Dóri a lélekvesztőhöz ragaszkodik. Szilvi? Ami lángoló ez? Hegyek. Lángoló hegyek. Natural mente. És remélem, hogy a sötét nagy úr meghagyja neked így a végére a lélekvesztőt. Na? Légy szíves. Meghagyta. Meghagyta. És egy tornyot döntött le inkább helyette. Enyémet? Igen. Ha én mindjárt úgy, meghalok? Nem. Nem. 3600 pontotok van. A sötét nagy úrnak csak 2000, és ez a vár, ami Szilvi vára, egy toronnyal még éppen áll, a Dóriét meg se közelítette a sötét nagy úr. Ezt a játékot anya és lánya nyerte, Bass Szilvi és Danis Dóri. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem ti is jól szórakoztatok. Sziasztok! Ilyen az, amikor a tudás és a tehetség győzelmet arat. Gratulálunk! Biogája! Reméljük, hogy ti is jól szórakoztatok. Nézzétek meg a korábbi szövetségadásokat is, és iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legújabb videóinkról.